Műsorunk támogatója a Hargita Népe. Kedves nézőink, köszöntöm Önöket! A mai adásunk motója lehetne az, hogy hogyan látnak minket az idegenek. Az idegenek alatt úgy értem, hogy az ide látogatók. Ritka alkalom egyike, amikor műsorunkban olyan embereket tudunk megszólaltatni, akik először járnak itt vagy másodszor Székelyföldön, azaz Csíkszeredában. Részt vesznek a Spektrum Oktatási Központ alapítvány által szervezett Erasmus programok közösen oktatási projektekben, programokban. Kérem, tartsanak velünk ezúttal is, és tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek! A Spektrum Oktatási Központ Alapítvány sikeresen megszervezte a filmnapokat, de folytatódik, mert egy nagyon aktív tevékenységi köre van. Mi az, amit tudni kell, mi folyik itt ezen a héten? Ezen a héten egy olyan programba vágtunk bele, amely Európában, sok városban, különösen nagyvárosokban, egyetemi központokban egészen megszokott és mindennapos. Csíkszeredában viszont azt hiszem, hogy meglehetősen újdonság. Az Erasmus program keretében látunk vendégül fiatalokat, egyetemistákat, ezúttal egy hét erejéig. A programoknak a helyszíne az az Apáczai Csere János Pedagógus Ház Taplocán, és a téma az a szociális vállalkozások indítása, a szociális vállalkozások indításához szükséges kompetenciák fejlesztése. Tehát a fiatalok, akik itt vannak, ők Angliából, Törökországból, illetve Olaszországból jöttek, hozzájuk csatlakoztak csíkszeredai fiatalok is, és mindannyian egy Európai Uniós programban vesznek részt, a programnak pedig a témája a sport és a szociális vállalkozás. Tehát leginkább olyan fiatalok vannak itt, akik már önkéntes munkában, szabadidejükben részt vesznek valamilyen sporttevékenységben, illetve valamilyen szociális témával összekötött sporttevékenységbe, például hátrányos helyzetű fiataloknak szerveznek sporttevékenységeket, futballt, stb. És a jövőjüket úgy képzelik el, hogy az egyetem után akár önkéntes munkába, akár szakszerűen ezzel fognak foglalkozni, vagy ehhez hasonló vállalkozásokat fognak indítani, és az ehhez szükséges kompetenciák megszerzését segíti ez a program. A programban összeállítottunk egy tananyagot a nemzetközi partnerek részvételével, és ennek a tananyagnak a tesztelése folyik itt. A fiatalok kis csoportokban, kis műhelyfoglalkozásokon vesznek részt, anyanyelv szerint, mert hogy ez azért nem egy idegen nyelvtábor, tehát mindenkinek a képzést a maga nyelvén tartja az illető országból érkezett tréner, viszont a programban ismétlődnek az úgynevezett plenáris tevékenységek, ahol az egyes csoportokban született projektmunkákat bemutatják a nagyobb csoportnak, illetve a többi országból érkező résztvevőknek. Nyilván az Erasmus programnak, magának, meg ennek a tevékenységnek is legalább ugyanilyen fontos komponense az, hogy a fiatalok egymást megismerjék, egymás kultúrájába betekintsenek, és hát a kölcsönös bizalmat próbáljuk építeni. Ugye most éppen olyan időket élünk, amely pontosan a bizalomnak, meg az egymás iránti tiszteletnek kevésbé kedvez, de úgy gondolom, hogy a bizalom az egy olyan dolog, ami nélkül az emberek meg az emberi kultúra nem tud létezni, tehát ilyen szempontból egy kicsit fércelgetjük is, vagy enyvezgetjük azt a, hát sajnos elég széteső jeleket mutató Európai Uniót, amelyben azért még élünk. Ugye az angol csoport az egy olyan országot képvisel, akik éppen kifele tartanak az Európai Unióból. A török csoport az ugye egy elég problémás térségből jön, szóval mindenféle fiatalok vannak itt, de mi abba bízunk, hogy azért ezek a fiatalok mire felnőnek, hát hogyha egy kicsit biztonságosabb és stabilabb viszonyok lesznek hát világszinte. Milyen hozadéka van mondjuk Csíkszereda szempontjából, vagy a helyi, itthoni fiatalok szempontjából egy ilyen képzésnek?
akár résztvevőként, hogyha részt vesz valaki, vagy egyáltalán, hogy hol erről a programról, lehetőségről? Igen, tehát ez a helyieknek is jó lehetőség a nemzetközi kapcsolataikat építeni. Ugye éppen az Európai Unióban való létünk kapcsán bármilyen szakmában, különösen a gazdasági szakos fiataloknak, többségében a Szapiencia gazdaság szakos fiataljai vesznek részt csíkszeredai részről ezen a képzésen. Szóval az ő szakmájukban az nagyon fontos, hogy legyenek nemzetközi kapcsolataik, legyen nemzetközi kitekintésük, legyenek meg az interkulturális kompetenciáik, tehát tudják, hogy hogyan kell, vagy hogyan illik bizonyos kultúrákban viselkedni, beszélgetni, legyen egy ilyenfajta kitekintésük. Ilyen szempontból szerintem jó lehetőség is, hogyha megtartják az itt kiépülő kapcsolatokat ezek a fiatalok, akkor akár a továbbtanulásuk szempontjából, akár majd a későbbi szakmai életük szempontjából ez egy plusz. Milyen szempont alapján döntötték el, mondjuk a külföldi fiatalok, hogy ide jönnek, ide haza hozzánk? Igen, hát ilyenkor mindig vannak gazdasági szempontok is. Ugye a Romániában lehet a legkisebb költséggel megszervezni egy ilyen azért nagyon nagy volumenű és nagyon sok költséggel járó programot, tehát ez is egy fontos szempont volt, viszont mi is nagyon örültünk a lehetőségnek, hiszen Csíkszeredának ez egyfajta nyitást is jelent, ugye itt ritkán fordulnak meg ilyen sokféle kultúrájú fiatalok, vagy ilyen sokan egyszerre, ugyanakkor a helyi turizmusnak is szerintem ez egy jó lehetőség, hiszen itt helyben lakunk, itt étkezünk, az itteni programokon veszünk részt, itteni turisztikai vagy egyéb kulturális szolgáltatásokat veszünk igénybe, tehát úgy gondolom, hogy ez Csíkszeredának is egy jó lehetőség. Mindenkinek itthon van egy elképzelése arról, hogy mit mutatna meg az ide látogató turistának, hogy mi az, ami Székelyföldön értéket képvisel. Minden látogatásunk alkalmával valami új élménnyel gazdagodunk, amely több, mint egy egyszerű tapasztalat, mert valójában nem csak új embereket és mesés tájakat ismerünk meg, hanem saját magunkról, a közösségünkről is bővül tudásunk, és ezzel együtt életünk. A rendezvények, kulturális események vagy akár nemzetközi jellegű képzések egyik hozadéka az oktatói jelleg mellett környezetünk turisztikai természeti kincseinek bemutatása. Mindemellett az ilyen rendezvényeken, képzéseken lehetőségünk van megismerkedni különböző kulturális környezetből érkező egyénekkel, azok életfelfogásával vagy jövőképével. Before I ask you about your function here as a program coordinator, I have a few questions. What do you think about this place, Csíkszereda, about the town you have visited here, you are here? I have been here before. Because we have a long-standing collaboration with Soros Educational Foundation. So we've been working with them for a number of years now. So this is my third time here. And I have to say it's very nice. People are friendly. And we have a very good collaboration with Soros Foundation. I think people here work very professionally, so from a professional perspective, it's been a very, very good collaboration over the years. Also, this time is quite different for me because when I came the first two times here, I was coming here for meetings, so I was just, you know, meeting professional people. This time, the experience is very different because we all traveled with young people from our own countries. And it's very different. It's a very different experience. I think it's been very good for them as well. I was really impressed by this structure where we are now. I think it's a wonderful resource for this area. And then also, yesterday we visited a boarding school, which is also a sports center. And everybody, like I was really impressed when I saw the facilities there and the structure, but also the people that we traveled with, the young people that we traveled with, we're really impressed. What do you think, why is it important for young people to take part in such programs? That's a very interesting question because, again, it's my first time organizing something like this. So also for me, this is quite new and it's been, so far, it's been a wonderful experience. I really see the point of European funded projects, bringing young people together from different countries with similar interests. And it's a fantastic opportunity for them to meet young people from different countries, to share experiences, to share interests, and to get to know one another. And I think it's a real good way to overcome barriers
there are so many barriers in Europe, especially at this in this historical time. I think barriers are going up everywhere, and this is a wonderful way for people to meet others who come from different countries, who have very different cultures, very different backgrounds, different languages, and to find out that they can actually be friends and that there is a lot that they have in common. There is more, actually, that they have in common than that's different. So I think that it's really, really wonderful as an experience for them. Your teacher has said a lot of good things about you, about all of you, actually. So what is your experience here? What are you learning here? What is good for you? Yeah, for us it's a very good experience because we learn some stuffs about management, group experience, also on the Santana Lake with all the four groups. And it's a very good experience for learning very, very beautiful things. How would you describe the surroundings, the town? How do you get along here? Yeah, it's a very nice city because are very particular. It's a rural city, and this is very, very nice. Before I ask you about the program, the educational program, we are also taking part here. I know that you are living in Chikvan for a month. Yes. It's really interesting for us, and I think it will be interesting for the people who will see this show. Mm-hmm. So, what was the decision, at the basis of your decision to move here? To move to, because I lived in Csíkszereda before I moved to Csíkszeredai. Oh, I understand. So I came here because it's where my wife, well actually my wife's from Vásárhely, but she moved here a long time ago, so I moved here to be with her. So I came here for that reason and never left. So that's when, and then sometime later we moved out to Bankfalva because I wanted to be in a village. How would you describe it, the experience? Because it's different from where you came here. How would you describe the surroundings? Describe it? Well, physically it's very beautiful. It's very, it's like in the forests and the mountains. The pace of life is very slow. The village life is extremely interesting, and I think that, you know, when foreigners come here, they're like very amazed by the fact that lifestyle is still so almost medieval. The fact that people are cutting the grass with the scythes and transporting things with horse carts and so on. So it's you know, this part, I would say this is what my first impressions are of the life here. You know, of the this kind of very, very old style life. How do you see the vision of the youth here comparing to the ones who are taking part in this Erasmus program? Well, I think I don't know. It depends on which youth, I think, because I think, you know, there's what I would might call the village youth, who probably don't think much beyond the village, and aren't really even necessarily thinking towards going to university after school, and maybe even going to high school tends to be a not really a kind of academic high school, more a vocational high school. And then you have the youth in somewhere like Csíkszereda, where they're maybe a little bit more looking outward than looking forward rather than kind of looking inward. So I think there's a slight difference there between what the youth want and how they perceive the future for themselves and for the community, I think. For me, it's a great experience. I mean, I actually designed the curriculum for this course. So this curriculum that all of the different groups are doing is something I wrote, because I've been working on this. There was a project before this one and this project as well. So I've been involved in this project, working with Chilla and the people at the Spectrum Education Centre here. And so working on as a trainer here is very much kind of trying to help these people from the different countries plan projects and work on things which are actually going to be useful to them. So I'm really enjoying the experience, and it's great that all these people can come here and work together and have this experience. And, you know, and I think it's good for the town too, that you get people who are different coming here, and, you know, so the people in the town kind of experience the fact that, you know, there's all of these people from all over coming, and you know, sort of, as the more that the world comes to Csíkszereda, the more that Csíkszereda looks out a little bit. What was the most important thing when you decided to apply to this project program?
That obviously we like to play sports, and you've got a willingness to do better in life, and a motivation as well. How would you describe shortly this place, Csíkszereda, the town, the surroundings? It's small and it's quiet, but it's nice. The people here are nice, and we understand that it's different for them to see people from another country, because they don't see people, only on the TV sometimes. So, but the people are still welcoming, and they welcome the people coming to Romania. Is it your first time here in Romania? It's not actually. I've been here twice before for two other Erasmus Plus projects, both working with the Spectrum. You have mentioned that for the group is the first time here. It is, yeah. In your experience so far, how do they get along? How do they manage here in this program, educational program? They've got on really well, I think. I mean, it's been a great experience for them to meet all of their peer students from our part of the countries in Italy, Romania here, of course, and in Turkey. And we've been really impressed at how well everybody has communicated, even when sometimes there's a big language barrier. And they have said themselves that what they've enjoyed is the challenge of using things other than words to communicate. So it's been a very good experience, I think, for them. What is your training field here? What is happening exactly here now? Here, our group is working on their ideas to create a social enterprise that is related to sport. So people have got different ideas they're working on at the moment. This group over here is working on an idea to on prevention of obesity and looking at diet and helping people keep fit. Setting up an enterprise to help people do that. This one is looking at setting up a project for sports for very young children, because they feel that where they live in London, there aren't enough facilities for very young children to play sport. And this group here is looking at a way of creating a loyalty card, which is a way that people can use at different gyms and different leisure centres to access sports facilities more cheaply. So that's all of their different ideas that they're working on. Is it your first time here in Csíkszereda, in this town? Well, in fact, it's my second time. Mm-hmm. We were here for the first meeting. And mm-hmm. This is our second time, yes. What do you think about the surroundings, about the views in this town? What do you think about it's that? It's a beautiful surrounding, in fact. Mm-hmm. Well, we come from a Mediterranean country. Of course, the climate is milder over there, but right here it is colder. But we enjoy the sightseeing and the whole ambiance in Transylvanian mountains. We like it, yes. Okay, what is your job here in this program? Well, in this project, we are the Turkish partners, and we are developing some social entrepreneurship ideas. We're trying to conceptualize, if you can see over here, we are trying to conceptualize the idea. And the whole idea of social entrepreneurship is to train our people over here about this initiative so that they can just initiate some sort of a philanthropic company, self-financing one, and then recruiting people, creating employment opportunities, but at the same time yielding some philanthropic activities. How do you see it here in Romania, or here in secular land, mm-hmm. a bit smaller? What are the possibilities to apply this, what they are learning here? Mm-hmm. How can they apply it? Of course, the Romanian learners can benefit from this idea. They can just design their own social entrepreneurship to create employment possibilities for the community, especially for young people working in sports area, so that they can just stand on their feet and start from scratch and create their own finance, and then provide the others benefits. Thank you.
What is your experience here? First of all, about the program you are applying, and then the people. How do you see the people here? The people? I think they are really friendly and helpful. Like, whenever we have a problem, they just, you know, want to find a solution for this. So I find them really helpful. And for the program, I think it's really, you know, inspiring to raise awareness on, you know, the social entrepreneurship and using sport for this, and especially, you know, to benefit young people. Yeah, I think it's really helpful, and it's raising awareness on me, like, to, you know, how to include different groups in a society in a kind of a program that you can support them with sport, but also learn their potential to be included in an entrepreneurship. So that's really inspiring, I will say. Számunkra a természetjárás, a székelyfalu mindennapi életformája egy természetes folyamat, életkép akár. Mi ismerjük és tapasztaljuk. Azonban egy másik országból, kulturális szférából érkező személynek nem egy mindennapi történet. Főleg, ha egy angliai, londoni fiatalra gondolunk, aki először vesz részt egy egyszerű szekerezésben. Is the first time on a carriage like this? No, it's not for me. For me, yeah. I lived in Sweden, so like I've been on a carriage before. For me, first time. First time on a carriage and a horse. Okay. Are you afraid? Little bit, because I know horses kick back. No, these are good horses. We'll see, we'll find out, we'll find out. We heard that you were a party tonight, okay. What do you see, what do you see, how the people, how are going to get along with you? How are the girls here? Oh, they're nice. Bravo. Perfecto, perfecto. Will you come back sometimes here? 100%. In London, we've got Romanian friends as well. Yeah, we've got Romanian friends in London as well. How would you describe the entire trip here? In as a new experience. Yeah, 100%. Something different, adventure. But it was really nice, so we enjoyed it. I mean, I've only been in 3 different countries, Saudi Arabia, Bangladesh and Switzerland. But this was loads and loads of years ago. So Romania is like the first country I've been to outside of those 3 countries. So it's been good. I'm happy I came. Itt vagyunk a Malon panzióban, és ön az, aki szórakoztatta, illetve szekeresztette a vendégeket, a külföldi vendégeket. Milyen élmény volt? Hát nekem maga ez inkább munka, mint élmény. Hál' Istennek a nyáron elég sok vendégünk volt, és akkor szinten minden héten volt hasonló, hát ha nem is ilyen nagy társaság, de ilyen kisebb vendégekkel. Általában ilyen egy napra szoktam elmenni, hogyha szekérrel megyünk a környékre. Milyen más programokat lehet itt találni a Malon panziónál? Hát a fogadóban egy általában ilyen 8-10 napra szoktak jönni a vendégek, vagy egy hétre, és akkor azt föl szoktuk osztani az érdeklődési körüktől függően, van, aki bakancsos kirándulást szeretne, van, aki lovas szekerezést, van, aki autóbusszal akar körbenézni egy pár olyan helyet, amit ugye meg lehet közelíteni, van, aki terepjárós túrát szeretne, és akkor annak függvényében, hogy a csapat vagy a társaság mit kér, mi próbálunk alkalmazkodni az igényekhez. Kedves nézőink, lassan műsorunk végéhez értünk. Reméljük, hogy önöknek is legalább annyira érdekes volt látni, hogy az idegenek számára, az ide látogatók számára mi érték, mi érdekes itt Székelyföldön, Csíkszeredában, Csíkmadarason. Reméljük, belőlük is majd visszalátogató vendégek lesznek, mint belőlünk. Látogassanak velünk ezután is. Tartalmas időtöltést kívánok továbbra is mindenkinek. A legközelebbi viszontlátogatásra.